Profi szerződés kötött a Ferencvárosi Torna Klub Pergel Bencével. A tehetséges támadó a következő szezont kölcsönben a Soroksárban fogja tölteni. Támadó pozíció játszok, általában centerként, de néha szélsőként is játszottam, például MB3-ban. Az erősségeim a jó fejelés, mint egy támadóként szeretek fejelni, gólhelyzetben nagyon sokszor kerülök, általában ki is szoktam használni ezeket. Hát az U19-es bajnokságban sikerült majdnem gólkirálynak lennem, egy góllal lemaradva. Az MB3-ban döcögősen kezdtem, de a végére már megkaptam a bizonyítási lehetőséget. Néha éltem vele, néha én is éreztem, hogy nem ment annyira a játék. Mikor először mondták, hogy MB1-ben ott kell lennem ez az edzőmérkőzésen, akkor egy kicsit megijedtem, izgultam az elején, aztán mindenki nyugtatott, még az edzők is, és az első gólpassz után két góllal tudtam debütálni. Most ugye Soroksáron vagyok, MB2-ben, most ott szeretnék először bizonyítani, és utána szeretnék már egyre feljebb lépni. Ugye U19-ben kezdtem többnyire, és nehéz lesz először megszokni, mert ugye fizikálisan is erősebbek a felnőttek, de úgy érzem, hogy ha nagy akarattal meg lehet ezt oldani. Nagyon sokat mondják a felnőttek Soroksáron is, és nagyon sokat segítenek az edzők is, és mindenkinek az az álma, hogy visszakerüljön ide. A Fradi idén is Európában. Vásárold meg az új szezonra szóló hazai bérletedet, és szurkolj a helyszínen a Grupama Arénában a bajnoki és kupa meccseken. Bérleteseink kedvezményes áron juthatnak belépőhöz a Midtjylland elleni Európa Liga selejtezőre is. Részletek a fradi.hu-n és az FTC Facebook oldalán. Harcoljunk együtt az újabb sikerekért. Hajrá, Fradi!